A diffúzió bemutatását végezzük el. Az élőlények sejtjeiben a transport folyamatok kétféleképpen játszanak le, vagy energiabefektetéssel, vagy pedig energiabefektetés nélkül. Vannak olyan anyagok, amelyek a sejtártyán szabadon áramlanak keresztül, nem kell hozzá energiát befektetnünk. Ezeket a folyamatokat diffúziónak nevezzük. Ezt próbálom most bemutatni. A diffúzióhoz ebben a főzőpohárban vizet helyeztünk el, a másik főzőpohárban málnaszőr található. Ebből a málnaszőrből megpróbálok néhány cseppet óvatosan a víz felszínére csepegtetni. Figyeljük meg a változást. Láthatjuk, hogy a málnaszőr részecskéi igyekeznek a víz részecskéi közé keveredni és egyenletesen eloszlani. Ez a folyamat addig tart, míg a koncentráció különbség ki nem egyenlítődik.